Idén már 19. alkalommal került megrendezésre a Tamási Kupa többfordulós kerékpárversenysorozat a versenyengedéllyel nem rendelkező gyermekek számára. Korábbi években nem ezen a néven futott, hanem Suli Kupa néven, de már azt hiszem, hogy több mint egy évtizede ezen a Tamási Kupa néven található meg ez a verseny itt Tamásiban, amelynek az a lényege, hogy több fordulón keresztül versenyezhetnek az utánpótláskorú gyerekek, akik ismerkednek a kerékpározással, nekik biztosítunk versenyzési lehetőséget, és az elmúlt években 4-5-6, de most már az idejében 6 fordulón mérhetik meg magukat a gyerekek. 6 forduló külön-külön is értékeljük, és a végén pedig egy összetett eredmény hirdetés van, ahol kupát és különböző tárgynyereményeket kapnak a korcsoportonként legjobb versenyzők, és ugye pontszámokat is adunk, és az összesített abszolút legtöbb pontot gyűjtő gyermek is külön ajándékban részesül. A szervezők a fordulók alkalmával törekednek arra, hogy a kerékpársport több szakágába is belepillanthassanak a kupasorozat résztvevői. Lovaspályán vagyunk, az első fordulónak a helyszíne, itt inkább a mountainbike hegyi kerékpár típusú verseny. Aki mountainbike-ra jön, annak kedvező a körülmények, de lesz majd a Tamási Velodromon is verseny, illetve háztömb körüli verseny, ahol inkább az országúti jellegű kerékpárok lesznek majd előnyben. Tehát igyekszünk mindenféle változatos körülményeket biztosítani, havonta egy alkalommal. Akik ügyesebbek, azokat természetesen igyekszünk bevonni a rendszeres edzésekbe majd a jövőben. És az elmúlt években is rengeteg példa volt arra, hogy a legügyesebb gyerekek most már leigazolt versenyzőnként az országos versenyeken, magyar kupákon vesznek részt. A szülők örömmel élnek, az egyesület nyújtotta lehetősége, hogy gyermeküknek így lehetőséget adjanak a kerékpársport kipróbálására. A Marcikám 5 éves, igazából mi nagyon szeretjük a sportokat, meg a természetet is, és a kettőt azt általában ötvözzük. Én futok a kutyámmal, hát ő nála még ugye kialakulóban van, még igazából nincs konkrét elképzelés, hogy mit szeretnénk vele később sportoltatni, de ez igazából félig meddig rá van bízva a döntés, és most ez igazából ez egy ilyen, kipróbáljuk ezt a sportot is, és nyilván minden mást, hogyha majd egyszer lesz rá lehetőség, de természetesen a közösség és annak az összetartó ereje is nagy szerepet játszik ebben a döntésben, hogy mi ma ide eljöttünk. Jó, hogy van egy ilyen lehetőség, tehát tényleg ki lehet próbálni, nem kell semmiféle plusz extra felszerelés, nem kell versenybicikli, stb., hanem ez egy ilyen teljesen fakultatív programként is itt lehet lenni, és részt lehet venni ebbe a mai eseménybe. Én a futom, a motor, a parkba, meg ott konyba, úgy szaladtam, hogy még remegett az egész bíb. A 19. Tamási Kupa első fordulóján voltak olyan versenyzők is szép számmal, akik nem első ízben próbálják ki magukat ebben a sportban. Úgy éreztem, hogy ez így jó ötlet lett, és szerettem volna elérni helyezést. Jó sport, és sokat lehet benne edzeni magad. Koppánynak sikerült is elérni a hőn áhított dobogós helyet, a délelőtt végén az emelvény legfelső fokára állhatott. A rutinos versenyzők sorát erősítette Réka is, aki már 4 éves kora óta rendszeres résztvevője a kupasorozatnak, ahogy mondja, akkor futóbiciklivel kezdte. Nagyon szeretem, hogy szabadtéri, meg szeretek versenyezni. Azt sajnálom, hogy az én korcsoportomban nagyon kevés a lány, pedig nagyon jó, hogy ott mindenki szurkol nekünk, és a fiúkkal is jó versenyezni, de őket azért már nehezebb megverni. Majdnem minden versenyen első vagyok, így hogy nincs csapattársam. Minden második évben följön hozzám pár lány, de aztán megint lejjebb mennek. Voltam már összetettben második, meg harmadik is. Az elsőt még nem sikerült elérnem. Én ma 3 kört is mentem. Ezen a pályán még nem versenyeztünk, de így most megint megvan a 6 fordulós verseny. Ez most nehezebb volt, mert most füves volt a pálya fele, de nekem tetszett.
A szervezők a versenyek alkalmával maximálisan odafigyelnek a gyermekek biztonságára. Nem sok feltételt támasztanak a kupasorozat résztvevői felé, de a biztonságot szolgáló sisak természetesen egy elmaradhatatlan kelléke a versenyző felszerelésének. Emellett felvezető bringások figyelnek a gyerekekre, akik régi motorosok már az egyesületben. Versenyzőknek az elejét és a hátulját és a biztonságot biztosítsa, és egy fokozattal biztonságosabbá tegye az utat. Versenyzőkhöz igazodunk mi, és ők diktálják nekünk a tempót. Tehát, hogyha ők gyorsabban mennek, akkor mi gyorsabban megyünk, hogyha ők lassabban mennek, akkor mi lassabban. A kerékpáros sport szépségeit nyújtotta élmények mellett éremmel a nyakukban távozhattak a dobogós helyezettek. A következő versenyzési lehetőségre pedig május 28-án a Tamási Velodrómon lesz lehetősége a versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekeknek.